A jégkorong magyar bajnokság középszakaszában Újpest Alba Volán 2-8-3, Budapest Stars Miskolc 5-4, a harmadik találkozó ígérte a legnagyobb küzdelmet, de aztán nem így lett. A rájátszás legkiegyensúlyozottabb meccsének ígérkezett a középszakasz harmadik és negyedik helyezettjének találkozója, ám a DAB az első harmad 8. és 12. perce között gyakorlatilag eldöntötte a találkozót. A vezetést még egyenlő létszámnál szerezték meg a dunaújvárosiak az FTC ellen, a második és harmadik találatot viszont már kettős, illetve szimpla emberelőnyben ütötte Vihodil és Erdélyi. A második harmadban Davis szépített szintén emberforban, ezt a gólt azonban nem követte felzárkózás. A DAB ugyanis még háromszor talált be szőke kapujába, mindháromszor emberhátrányban. A Fradi pedig az eredményen már csak kozmetikázott. Vasárnap viszont megkísérelheti a visszavágást is. DAB Ferencváros 6-2.